Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté. Hát én nem tudom, mi történt tegnap a budapesti értéktőzsdén, de ha megnézzük a vesztesek sorát, akkor azt látjuk, hogy a MOL 9% fölötti mínuszban zárt, az OTP 8% fölötti mínuszban, az Alteo majdnem 6%-os mínuszban, a Magyar Telekom, hát a Magyar Telekom is mínuszban zárt 4,5%-kal, a Panergy 4%-kal, a 4iG 4%-kal, az Autovalis 3%-kal, az azért érdekes egyébként, mert jön hozzánk ma ide a stúdióba Ormosi Gábor, az Autovalis Nyrt. Vezérigazgatója, és arról fogunk beszélgetni, hogy megjelenik ma reggel 8-kor hivatalosan a Bétem a prémium kategóriában jegyzett Autovalis első negyedéves jelentése, és hogy általában mi van benne, mit okozott a chip hiány, anyagellátási zavarok, erről fogunk beszélgetni. Minden esetre ők is elég rosszul szerepeltek tegnap, de a Waberers is 2%-os mínuszban zárt, a Masterplast 1,5%-os mínuszban, úgyhogy hát itt csak a mínuszokat lehet, nem? Illetve a Richter kihúzta magát ebből, ugye a gyógyszeripar nem lett említve egyébként, 1%-os pluszban zárt a Graphisoft Park is, és az Opus volt még 2%-os pluszban, ami zárt. És hogyha megnézzük az Xtend kategóriát, ott is voltak pluszok, minuszok. A Gloster például 2% fölötti pluszban tudott zárni, az Oxotec viszont hasalt egy nagyot, 10%-os mínuszban fejezte be. Viszont nagyon kevés darabszámban kereskedtek az Oxotec-kel, sokkal nagyobb darabszámban a Glosterrel. Annyi kiegészítés, hogy a Spoiler 2 és a Spoiler 3 közötti időszakban, tehát a nagyjából bejelentett tejék, hogy kik kapnak különadót, és a kormányinfó közötti időszak, amikor már részleteket is közöltek, de még messze nem az összes részlet, amiből lehetne kalkulálni konkrét hatásokat a cégeredményeket illetően. Tehát ez volt a tőzsdei kereskedésnek a nagyobb része. Itt a reggeli nagy zuhanás után, amiről tegnap még be tudtunk számolni, mert az adásidőben történt, volt egy visszarendeződés, és olyan 3-4%-os mínuszra visszajött az OTP, és a MOL az nagyobb mínuszban rekett, aztán tőzsdeidő alatt volt a kormányinfó, utána először egy picit fölfele indultak az árak, majd a záráshoz közeledve elég csúnyán beöntötték újra. Mm-hmm. Tehát az OTP például 93-94 körül mocogott és fölfele indult, majdnem 9-ig ütötték vissza zárásra, és a MOL-t is. Ez pontosan mi volt, vagy hogy amikor kijött, hogy a várakozásoknál talán nagyobb a csomag, akkor miért indult fölfele, vagy lehet, hogy túl vagyunk a bizonytalanságon, és egy kis megkönnyebbülés, hogy akkor most azt már tudjuk. Aztán lehet, hogy utána kiszámolgatták nagyobb befektetők, hogy ez mennyi, és akkor inkább beleadtak. Ezt nem tudom kibogozni, vagy megkérdezzük szakértőktől. Minden esetre, ami tuti, hogy először picit föl, utána viszont le, és így alakult ki az árás, amiről beszámoltál. Hát Amerikahoz képest nem volt izgalmas, hogy a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéje volt tegnap a budapesti, ez érthető, miután irgalmatlanul ráterhelték a cégekre a költségvetés hiányát, lényegében leegyszerűsítve itt Magyarországon. Amerikában ezzel ellentétesen az utóbbi hetek legjobb nagyszáguldás, iszonyat nagy emelkedés volt. A hangulat mindent vitt, tehát a rossz híreket közlő cégeket is elkapta a lendület. Erre a legjobb példa az Nvidia, amely kimondottan... Erről beszéltünk. Mikor? Szerdán. Azt hiszem. De hogy tegnap hogy kapta a lendület, arról nem tudtatok szerdán beszélni. Nem, kedden beszéltünk. Mikor volt? Az a lényeg, hogy felhívták rá a figyelmünket. Hogy lesz. Hogy lesz, és érdemes rá figyelni. Igen. És igazából kiábrándító volt az Nvidia előre mutató, mi a guidance? Hétfő. Iránymutatása, igen. A további bevételi trendjeit, illetően egy 10%-os zakóval kezdett, és lett belőle 5% plusz. Na.
Szerintem a legjobban mutatja, hogy abszolút hangulatvezérelt volt a piac. Óriási emelkedések voltak, Dollar Tree 20%, légitársaságok. Hát a légitársakat nagyon-nagyon csúnyán gyaláztak még az elmúlt hetekben, és amikor Európában például már nem, ebből jöttek vissza most ilyen 6-7-8%-okat is, úgyhogy de amúgy az összes cég, és napon belül is kitartó emelkedés volt, mivel magyarázzák ezt? Hát csak hát az, de az csak Nvidia az lehet, már nyitásban kezdett, tehát már eleve, tehát úgy a nyitástól kezdve ő emelkedett folyamatosan. Igen, de amikor... Tehát résszel nyitott, és akkor úgy... Hát amikor kijött az eredmény, ja, értem. Vagy akkor a zárás utáni, meg előtti kereskedésben volt még a beöntés, de hát miután már a nyitásban jó volt a hangulat, és a határidős indexek is emelkedtek, ez már szépen visszajött. Úgyhogy ha jól emlékszem, akkor egyébként így volt. Az AMD is ugye követte a sort, 6,6% plusz, Tesla 7,4%, a Meta 4,3%, Netflix 2, Amazon 4, úgyhogy volt itt egy visszapattanás ugye a tech papíroknál. Igen, és a kínai lezárások végéről érkező hírek voltak, amelyek megerősítették a befektetőket, hogy jó úton járnak, ez egyik. Volt néhány várakozás fölötti gyors jelentés is, de igazából ez még önmagában nem indokolná, úgy tűnik, hogy túl nagy volt az esés, és hát most abszolút nőtt az optimizmus, az Nvidia-val elfogyott együtt a kitározás. Intel 3%, Qualcomm 3%, Broadcom 3,6%, Taiwan Semiconductor 0,6%, ugye ők nem annyira, mint a többiek, de ettől függetlenül a pluszban részt vettek. Hát ez izgalmas, tényleg. Oké. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté. Schmidt Andi jön hamarosan a hírekkel, információkkal, jönnek a hozzászólások, a Laciét ne olvasd el, a Gézujét olvasd el. Hát figyelj, a széles spektrumon mozognak szokás szerint a... Igen. Amit ezek a mocskok csinálnak, az a kommunista és ehhez hasonló és társai nagyszámban, illetve a mit csodálkoztok ez a műbalhézás, hisztizés részletekről. Mi az, hogy műbalhé? Jó, hát figyelj. Édes Istenem. A minden szép és jó oldal is itt van, hát figyelj, de ez... De nem mi balhé. Megosztó téma, mondj. Ezzel mit csináljuk? De azt nem értem, de tényleg... Úgy csinálsz, mintha nem, mintha nem érted. Ilyeneket is kapunk. De nem is értem. Tehát mindenki számított arra, hogy valamit kell csinálni. Mit nem érted? Mármint mit nem érted? Na, szóval, hogy egy kínzó kérdésem van azóta, amióta... Tehát ha ennek a kedves hallgatónak, meg a barátjának, aki mindig írni szokott, ennyire rossz hallgatni ezt, akkor miért teszi? Jaj, de tényleg nem értem. De komolyan. Bandi. Tetszik Bandi. Neki, amit hall, a rádió, azért hallgatja. És a rádiós közben, műsorvezetők vagy... nagykönyvében le van írva, hogy nem küldjük el a vérbe a hallgatót, és nem tanácsoljuk de el mi? A műsortól, hanem örülünk, hogy minket hallgat. De azt a nagykönyvet akkor írták, amikor még nem volt ilyen kétirányú kommunikáció. Teljesen mindegy, az most érvényes. Értem. Én örülök neki, hogy minket én hallgat. Is. Én is. Csak nem értem. Tehát én nem küldtem el a vérbe, csak nem értem. Megérteni nehezebb. De nem, nem. Tehát ha fáj neki, vagy ez egy ilyen, vannak ilyen dolgok, hogy figyelj, lehet, szeretem, ha fáj, vagy Szerintem nem fáj neki, szerintem csak fölbosszantja magát, és mindig megírja nekünk a véleményét, hogy ezt így kell csinálni, minden szép és jó, ti meg mit háborogtok, és hasonlók. Tehát, de van egy csomó médium, egy aki a szép és jót nyomja, mi nem őket hallgatja. Tehát ez csak tényleg kérdés, én örülök, hogy ezt, minket hallgat. Erre, kedves hallgató, ha most egy hallgatóról van szó, szerintem többen is vannak így. Magukra vették? Nincs ezzel. Okay. Igen, ezzel a szétszakítottságon én már túléptem. A Bandi kíváncsi rá, hogyha a hátteret megírod neki. Meg, tényleg akkor, annyira érdekel. Valaki, nagyon szívesen. Valaki megmagyarázta kívülről a másik hallgató, ventillál. Erre folytatódott, de hogy volt? Na mindegy, most az elugrott, mert olyan sokat kapunk. Majd megpróbálok azért fontosakat majd hírekkel emelni hírek alatt. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.